Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a fél évzárási panic tag lesz, ami szinte mindenki megcsinál, és én valahogy még nem csináltam meg tavaly se, meg idén se, és most úgy döntöttem, hogy megcsinálom, mert miért ne, mert mindenki pánikol most, hogy fél év van, úgyhogy én is szeretnék pánikolni, és már régen volt tag videóm is, úgyhogy itt az ideje egy újabbnak. Úgyhogy nézzük is a kérdéseket. Első kérdés. Legjobb idei olvasmányod? Volt pár jó könyv, amit idén olvastam, de amit így hirtelen az első fél évben a legjobbnak ítélek, az Rainbow Rowell-től a Carry-on. Imádtam, nagyon gyorsan kiolvastam, miután egy nehézkes indulásom volt, mert elfoglalt voltam, amikor kezdtem, és annyira új kedvencet avattam, hogy ilyen kedvenc, úristen, alig várom, hogy olvassam a következő részét. Nagyon jó. Ilyen, hát kicsit Harry Potter kompitnástak tűnik az elején, de egyébként nem azért. A márciusi összegzésemben beszélek róla. Bővebben. Legjobb folytatás, amit idén olvastál, olyan sorozatot, ami nem újraolvasás volt, és idén olvastam, igazából kettő volt. Abból az egyik az a Barangolás Európában, nos, az kis videósorozatomhoz tartozik. De nem azt választottam ide, hanem inkább a Resident Evil harmadik részét könyvben, mert az első rész az tök jó volt, a második rész az nem tetszett, viszont ez a harmadik rész az megint jó volt, és idáig olvastam csak a sorozatot, úgyhogy ide ezt választottam, mert ezen kívül, ami sorozat volt még, és idén olvastam, az Így neveld a sárkányodat, de az újraolvasás, szóval az ide nem számít bele annyira. Valamint Salla Simukától azt hiszem a Hófehér volt még, de abból is ez a második rész az nem ütött nálam akkorát. Ez jobb volt folytatásügyileg. Friss megjelenés, amit nem olvastál még, de szeretnél. Annyira nem vagyok képben az ilyen frissebb megjelenésekkel, viszont ami folyamatos, van folyamatosan egy csomó Rick Riordan prezentes könyv, ami megjelenik, prezentes könyv, és én azokat nagyon el szeretném olvasni, mert érdekelnek meg, ugye más mitológia világok és ilyenek, de hát van vagy 10 különböző sorozat, és igen. Még nem jutottam el, de pedig azokat nagyon el szeretném olvasni, és egy csomónak jelennek már meg a második, harmadik részei, és még mindig nem olvastam az elsőket, és kérne, azokat szeretném végre olvasni. Negyedik kérdés, legjobban várt friss megjelenés az év második felére. Két könyv, mind a kettő ugyanazon a napon fog megjelenni, szeptember vagy október 24, valamelyik a kettő közül. Az egyik a Wayward Son, ami a Carry-onnak a második része lesz, a másik a Tyrant's Tomb, ami az Trials of Apollo-nak a negyedik része lesz. És ez egy napon fog megjelenni, szóval én azon a héten eltűnök a világ szem elől és olvasok. Azokat várom tényleg legjobban. Szerintem ezek az egyetlen megjelenések, amiket várok, de azokat nagyon. Ötödik kérdés, legnagyobb csalódás. Hát, olvastam nagyon rossz könyveket idén. Olvastam olyanokat, amikre nagyon rossz értékeléseket is adtam, és ide nem veszem bele jelen pillanatban a kötelezőket érettségire. Viszont egy könyv van, ami jó volt nagyon sokáig, viszont a végében hatalmasat csalódtam. Ez pedig Becky Arbeltelli-től és Adam Silverától a What If It's Us, mert ennek a végét, azt az utolsó nem tudom hány oldalt szeretném kitétni a könyvből és csak így elfelejteni. Szóval ez annyira nem. Ebben a könyvben azért kicsit csalódtam, mert úgy jobbnak indult, volt benne potenciál, de számomra elásta magát a vége, és hát végül is 3 csillagot adtam rá, ami nem rossz, de nem, de csalódtam benne, úgyhogy szomorú is voltam. Hatodik, legnagyobb meglepetés. Számomra eddig a legnagyobb meglepetést okozó könyv az Huszti Gergelytől a Mesteralvók hajnala volt, ugyanis én nem számítottam rá, hogy nekem ez a könyv annyira tetszeni fog, mint amennyire, főleg, hogy az elején voltak vele nagyobb fenntartásaim, a júniusi összegzésemben meg nem is. Májusi összegzés? Valamelyik összegzéses videómban, amelyikben erről a könyvről beszélek, azt ide belinkelem, de mindegy, abban megnevezem azokat az okokat, amik miatt nehezen indultam a könyvvel, de aztán nagyon jó lett, és végül is hát úgy is ért véget a könyv, de érdekel, hogy hova fog kimenni az elméletleg egy duológia, úgyhogy én izgatottan várom a második részét ennek, és tényleg meglepődtem, hogy nekem ez ennyire tetszett.
Mert nem számítottam rá, hogy ennyire tetszeni fog. Kedvenc új szerző. Olyan nagyon új szerző, akit kedvencemnek kiáltok ki idéntől. Mármint úgy, hogy eddig még nem olvastam tőle könyvet. Nincs. Viszont akitől most már fogok könyveket olvasni sokkal többet, és sokkal jobban oda fogok rá figyelni, van. Ez ugyanis Rainbow Rával, mert idén olvastam tőle a Carrion-t és a Fangirl-t, és még egy-két éve olvastam tőle az Eleanor és Parkot, és mindegyikünk nagyon tetszett, és most már úgy döntöttem, hogy akkor őt kedvenc íróvá adatom. A kedvenc íróvá avatom idénte. Nem tudok már beszélni, bocsánat. Mert eddig egyik könyvében sem csalódtam. Úgyhogy jöhet a többi. 8. kérdés, új fikciós szerelmek. Ez pedig nem más, mint Gilbert Blythe, az Anne of Green Gables, Anne otthonra talál című könyvből. Mert úristen, Gilbert Blythe. Nem azt mondom, hogy a tökéletes férfi, de. Ilyen jó pasi. Aki nem szereti Gilbert Blythe-ot, azzal valami probléma van. Gilbert Blythe-ot nem lehet nem szeretni. Legújabb kedvenc karakter. Hát, mondhatnám ide is Gilbertet. De nem Gilbertet fogom mondani, hanem akit én igazából megszerettem, az szintén a Carrionból van, és ez pedig Bez, mert Bez karaktere nagyon hasonlít bizonyos szempontokból Nico D'Angelo karakterére, és hogyha van olyan karakter, akit életemben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettem, akkor ez Nico D'Angelo, és Bez nagyon hasonlít hozzá, és Bezt imádom a Carrionból, úgyhogy Bez. Egy könyv, amin sírtál. Ezen nagyon gondolkodtam, mert még az is előfordulhatott majdnem, hogy nem sírtam idén egy könyvön sem, ami nem rám val. De megnyugodtam, mert igen, volt egy könyv, amit megkönnyeztem, ez pedig a The Girl Who Drank the Moon, mert ennek a végét azt... Igen, az kicsit szívfacsaró volt, úgyhogy ezt megkönnyeztem. Ez egyébként egy irtózatosan aranyos kis könyv volt, úgyhogy... Aki ilyen middle grade könyveket szeretne olvasni, ilyen gyermek könyv kategória körül, Percy Jackson kategória egyébként, annak ezt ajánlom, viszont nincs még lefordítva. 11. kérdés, egy könyv, ami boldoggá tett, egy könyv, ami nagyon boldoggá tett, és így hihetetlen módon. Nem mondom ide megint a Carrion-t, az is, de szintén Rainbow Rowell könyv, már pedig a Fangirl, mert ez a könyv hihetetlenül boldoggá tett, ettől a könyvtől hihetetlenül boldog tudtam lenni, ez egy nagyon-nagyon felemelő, hát nem is felemelő, de gyorsan, könnyedén lehetett vele haladni, és egy ilyen kis könnyed volt, és így a szívemet így melengedte minden ponton. Ráadásul itt is egyetemre mentek frissen, és én is egyetemre fogok menni frissen, úgyhogy ez nagyon aktuális könyv volt nekem, és nagyon jó volt. Mindenki olvasson Rainbow Rowell könyveket! Kedvenc könyvadaptáció, amit idén láttál. Idén konkrétan könyvadaptációt szerintem olyan sokat nem láttam. Kettőt. Az egyik a harmadik Így neveld a sárkányodat rész, a másik pedig az Anne Whitney Netflixes sorozat. Szóval ezt a kettőt láttam, és mind a kettőt nagyon-nagyon szerettem, de lehet, hogy az Ant jobban szerettem az Így neveld a sárkányodat 3-tól, mert az egy nagyon jó sorozat, úgyhogy azt is mindenki nézze meg, aki csak teheti. Kedvenc videó, amit idén csináltál, vagy kedvenc kritika, amit írtál? Kedvenc videóm, amit idén csináltam. Hát amin nagyon sokat rögtem, és idén csináltam, az a Könyvek, akiket valaha szerettem című videóm, amit idén Valentin napra csináltam, azt ide belinkelem, ha még nem látta volna valaki, nézze meg, mert kb. 3 perc az egész, és hihetetlen nagy örültködés van mögötte. Igen, ja, és senki, az a videó az nem. Tehát az egy poén videó volt, félig meddig. El van túlozva benne minden, szóval, hogy az nem ilyen echte komolyan gondoltam. Az ilyen kis vicces videónak volt számva, és én nagyon jól szórakoztam, amíg csináltuk meg, amíg megvágtam. Sírtam a röhögéstől alatta. Legszebb könyv, amit idén vásároltál? Hát, igen, annyi könyv, az a baj, hogy nem vettem túl sok könyvet idén, tehát nagyon én 9 könyv körül vagyok talán, és azokat sem vettem, hanem nagyon sokat kaptam. Tehát, hogy így konkrétan, amit vettem.
idén. Szóval, az egyik Berenice Luthien Tolkientől, ezt vettem, speciál. Ennek nagyon szép borítója van, de amelyik könyvem olyan, hogy idén szereztem meg, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép borítója van. A szintén Huszti Gergelytől a Mesterlovak hajnalán mennek valami fantasztikusan gyönyörű borítótervet csináltak. Hát, most mondjátok meg, nem fog látszódni, és el fog rólam menni a fókusz, de nagyon szép. Szóval ez a kettő az, aminek tényleg nagyon ilyen borítója van. 15. és egyben utolsó kérdés pedig, hogy melyik könyveket szeretnéd elolvasni még az év végéig? Hát, mint említettem, volt az a kettő friss, vagy majd hamarosan megjelenő könyv, amiket nagyon el szeretnék olvasni. Valamint, mivel nem szeretem, hogyha a polcomon olvasatlan könyvek állnak, ezért a két legújabb beszerzésem szintén olyan, hogy az év végéig el szeretném olvasni. Az egyik a Kincses sziget, ilyen nagyon szép kiadásban. A másik pedig a Vajáknak egy most nemrég tavaly két éve megjelent előzmény része, a Viharidő. Ez már megjelent egy ideje magyarul is, csak nem volt ebben a kiadásban, mint nekem angolul, és most megtaláltam, és most megvettem, úgyhogy most majd ezt is olvasom, csak ez most olyan hosszúnak tűnik, és még nem. Hát ez lett volna a félévzárási pánik tag, hogyha szeretnétek, kommentben nyugodtan töltsétek ki, hogy ti mit válaszolnátok az adott kérdésekre. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!